Energiaitalok. Mint azt tudjátok, a kávé és a koffein fogyasztása ezer éves múltra tekint vissza. Társadalmi szokások köthetők fogyasztásukhoz, de sajnos rohanó mindennapjainkban inkább a szélsőséges használatuk jellemző azon hiú reményben, hogy testünk fittebbé és energikusabbá válik tőle. De sajnos nem. Az energiaitalok, melyek nem azonosak a tudományosság eszközeivel kifejlesztett sportitalokkal, inkább divattermékek. Fogyasztásuk káros és komoly betegségek kialakulásához járulhat hozzá. Károsítja a májad és a szíved, növeli a pulzusszámod, károsítja az idegrendszered, valamint agresszív viselkedést és megnyilvánulásokat okozhat. Az energiaitalokban található nagy mennyiségű koffein mellett, mely lényegében nem más, mint legális, pszichoaktív drog, számtalan olyan vegyületet találhatunk még, melyek hozzájárulnak testünk gyors kizsigereléséhez, kimerüléséhez. Az energiaital alkohollal való kombinálása súlyosan rontja az ítélőképességed, komoly szív- és érrendszeri következményei lehetnek, hiszen túlpörgeti a szíved, és egy rejtett szívbetegség esetén fogyasztása katasztrofális következményekkel járhat. Tehát, ha fáradt vagy, inkább igyál egy csésze fekete teát, de a legjobb, ha lepihensz, hiszen a szervezeted bölcsen jelez arról, hogy mire van leginkább szükséged. Hallgass rá!